Karcagváros önkormányzata a rászoruló gyermekek részére a nyári szünetben is biztosítja hétköznapokon az étkezést. Szatmári János mesterséffel beszélgettünk a részletekről, hiszen a szolgáltatásban részt vesz az Euró Kft. Is. Mint megtudtuk, a nyári szünetben is a tanév során bevált módszerrel dolgoznak. Azaz a városgondnokságtól, iskoláktól kapott névsor alapján osztják ki az ingyenes ebédet a gyerekeknek. Hétköznap 12:30-tól 2:30-ig a Széchenyi Sugárúti telephelyen. Az önkormányzat kiadja a névsort azoknak a diákoknak, akik kapják az ingyen étkezést, és a Széchenyi Sugárúti telephelyen kell érte menni a diákoknak, és névsor szerint kapják meg. Most is egyszer használatos, higiénikus, lefóliázott edényben van az ebéd. A 10 órai uzsonna, péksütemény szintén lefóliázva kerül a gyerekekhez, mint az erre létrehozott üzemben csomagolnak az asszonyok. Igen, egy az, hogy egy ételhordó elmosása, meleg víz, mosogatószer, idő, és nem biztos, hogy úgy sikerül minden esetben elmosni, mint ahogy kellene. És azért ezek az egyszer használatos edények, ezek tiszták, és lényegében ugyanúgy vissza be tudja tenni a hűtőbe, vagy akármire másra fel tudja használni, kis palántákat ültet bele, vagy magokat, és akkor tudja arra is használni. Lényegében sokkal higiénikusabb, sokkal egyszerűbb, és értékhatárba, hogyha a ételhordónak az elmosása, az ideje, meg az érték, ami van benne, a víz, meg a mosogatószer, az lényegében lehet, hogy többbe kerül, mint amiben az eldobós műanyag kis egyszeri használatos edényke van. Ezek mind be vannak csomagolva, le vannak heggesztve, le van zárva, nem lehet belenyúlni, beletenni semmit sem, se kivenni, ugyanúgy a 10 órait, az uzsonnát becsomagolva, majd be is mutatjuk, és akkor a gyereknek csak érte kell jönni, vagy a diáknak, vagy aki érte jön, szülő, és akkor azt megkapja, és hazaviheti, azt hiszem, hogy 12:30-tól 2:30-ig van a kiadás, az étel kiadása, és ez hétvégeken nem, csak hétköznapon, hétfőtől péntek délig. Az átadás betartva a járványügyi előírásokat egy műanyag fal mögül kis ablakon át kerül kiadásra minden alkalommal. A tanévhez képest kevesebb gyermek veszi igénybe az ingyenes nyári szünidei étkezést, de aki kéri, annak augusztus közepéig biztosítja a város.